Sziasztok, Painful vagyok, és itt egy újabb videó, méghozzá egy újabb epizódja a Road to the Vision 1 nevű sorozatunknak. Az előző epizód fantasztikus volt, és 3 győzelmet is hoztunk benne, és ezzel visszahoztuk az eddigi hihetetlen rossz formánkat. Még 2 győzelem kell, és akkor feljutunk a 7. osztályba bajnoki címmel, amire hajtok igazából, és még 3 meccsünk van ebbe az egész 8. osztályba. Ja, egy győzelem elég, de 2 lenne ideális. Megtaláltuk az első ellenfelünket, FC ellen, és elég jó mezei vannak, úgyhogy félek, hogy sok pénze van és jó csapata. Nézzük meg. Hát nem rossz, egyáltalán nem rossz. 5 védő, amin nagyon nehéz lesz átjutni. Úgyhogy kívánjatok sok szerencsét. Srácok, igazából az lesz a taktikám erre a mérkőzésre. Wow, ezt befújta, oké. Hogy megpróbálok beállni, védekezni én is. Nem. Nem fog beállni, védekezni ezek szerint. Hú, mekkorát védett Helton. Óriás indítás Van Persienek, aki visszahúzza gyönyörűen. És a lövés! Még egy! Aj, és fogja a kapus, itt lett volna lehetőségünk az egyenlítésre. Újra visszahozzuk egyenlőre az állást. Carillo, gyerünk! Van Persie, bum! És nem képes befejezni. Ja, úgyis lesz volt, úgyhogy teljesen felesleges. Azt hittem nem volt lesz. Maikon, visszahúzza. André. Gyönyörű csel. Gyönyörű csel, lövés, és mellé megy sajnos. Gyönyörű csel Carillo-tól. Azt hiszi, hogy passzolni fogok, de igazából nem. És a lövés! És a lövés már nem sikerül neki, nem hiszem el. Mindig az utolsó részlet hiányzik az egészből. Ez szabálytalanság volt, ne hülyeskedjél már. Ebből szerezte az első gólját is. És úgy néz ki, ebből fogja a másodikat is. Én beszarok! Thomas Vermaelen. Komolyan? Pont ő? Nem neki akartam, hanem Naninak, de teljesen tök mindegy, nem érdekli. És kiadja nekünk, és 2-1 az állás. Szerencse, hogy hibázott. Így vissza tudtuk egy kicsit hozni. Nem volt azért ez egy olyan szép gól, de ki kell használni az ilyen helyzeteket, hogyha ő is ekkora gólokat lő. Mert valljuk be, hogy a... Nem hiszem el. Visszakaptam, ennyi. Amit úgymond a szerencse adott nekem, azt el is vette egyből. A védőm nem tudta kezelni a labdát, és Lukász pedig bevágta. Fél idő van, 3-1 az állás. Igen, én lőttem többet, úgy érzem, én vagyok a meccsben úgymond domináns, de hát úgy néz ki, ez semmit nem számít, úgyhogy nem sokára folytatjuk. Passzus kulcs. Hát van megvédett. Gyönyörű! Hiszem szóval, hogy nem tudta befejezni. Azért ez nem lett volna olyan nehéz. André, kérlek fejezd be, kérlek fejezd... Nem mondok semmit. Van Persie, úgy van, kérlek fejezd be, Van Persie. Hát, király. Vége a meccsnek, 3-1-re vesztettünk sajnos, úgyhogy... Még van 2 meccsünk ahhoz, hogy hazavigyük a bajnoki címet, és egyből folytatni is fogjuk. Na gyerekek, folytatjuk a második mérkőzéssel, és csapatot is cserélünk, hogyha már itt tartunk. Remélhetőleg a második 2 meccset meg tudjuk nyerni, muszáj lesz. És úgy néz ki, megtaláltuk az ellenfelünket. Benfica mezőnk van mindkettőnknek.
és egy fullos BPL csapata van, ahogy nekem is, úgyhogy ez egy eléggé kiegyensúlyozott harc lesz, úgymond. Úgyhogy nyerjen a jobbik. És eladjuk a labdát. Majd lőnek egy óriási felső kapufát. Majd ez egy óriási indítást lesz aztán lesznek. Aki sikeresen kicserez egy védőt. Majdnem továbbadja, de a majdnem sajnos nem elég jó. Asszus, miért nem váltott rá? Nyomtam ezerrel a váltás gombot, de így gólt fogok kapni. Gólt fogok kapni. Nem fogok gólt kapni. Mégsem kaptam gólt. Megbeszéltük. Gyoris megmentett. Megint. Fél idő van, 0-0 az állás még, de remélhetőleg fél idő után fogunk tudni lőni egy gólt. Elég jól játszik a srác, én pedig elég néma vagyok, mert nincs sok helyzet, és inkább középpályán folyik a háború. Úgyhogy ja, folytatjuk a második fél időben. Két cserét hajtott végre a kedves ellenfél. Shadley és Smalling. Két új emberke. 1-0! Ez az! Haj! Végre, nem tudom ki lőtte ezt a gólt, de csak sikerült megoldani. Szép csel, bepassz, végre normális embernek, Schneiderlin pedig bevágja a jobb sorokba. Oké. 1-0 az állás. Most már ezt csak meg kell tartani, vissza kell állni védekezőbe. Mata mellé csavarja a labdát, szerencsére. Mekkora mentés! Szép volt. Szép csel. Szép, még egy. Jesus Navas! A kapus véd. Fernandinho, óriási gól, 2-0 Fernandinho, te jó ég, óriási gól. Tudtam, hogy Fernandinho-ra le lehet bízni ilyen nagy lövéseket. Bum! Azt a mindenit. Nagy védés Jorisztól. Most már a 90. percben tartunk. Hoppácska, Fernandinho indul meg. Fernandinho. Próbáljuk meg még egyszer. Majdnem sikerült. Komolyan mondom, majdnem sikerült. És vége a meccsnek, és nyertünk 2-0-ra. Végre. És ezzel megvan a feljutás. És az utolsó meccs pedig... az utolsó meccsben pedig... az fog eldőlni, hogy bajnoki címmel megyünk fel, vagy csak simán. Úgyhogy... ja, nem sokára jön az utolsó mérkőzés. Megtaláltuk a következő ellenfelünket, egy óriási rózsaszín mezben álló emberke van benne, király. És itt van a csapata. Egy érdekes csapat, amiben vannak franciák és van BPL. Ja. Azért az a Lacazette Rémi csatársor az elég félelmetes. De nem tűnik olyan rossznak ez a csapat. Nem mondod! Tökéletes szerelés volt, mit akarsz? Balra fogja lőni. Elhiszed? Mondtam. És kivédtem a 11-est, ez már a második 11-es sorozatban, amit kivédek. Lacazette kihagyta a legnagyobb helyzetet eddig a meccsen. Ezt nagyon megmondtam. Ott indul! És nem képes belőni, hát ezt én nem hiszem el. Pedro szerel. Meglepetésszerűen.
Milyen tesse volt Pedro, 1-0 az állás. Azzal a tessel elküldött mindenki, te jó ég. Sziasztok! És bum, betekerte a hosszúba, fantasztikus. 1-0 az állás. Fú, felső kapufa, ezt megúsztam. Néma csöndben voltam, mert féltem, hogy mi fog történni. Mostanában néma csöndben vagyok, hogyha valami izgalmas történik, ez rossz szokás. Főleg egy kommentátornak ez lesz. Mondtam. Kossziáni, gyerünk, a legjobb védőm vagy. Úgy ott hagytak téged, mint a francot. Húha, megúsztuk. Most kirúgjuk a francba. Úgy van. Szép volt, 1-0 fél időben az állás. És eddig nagyon jól játszunk, szerintem 100%-os pontosság kapuralövésben és 80%-os passzolási pontosság, úgyhogy szerintem nagyon jól játszunk. Nekik több lövésük van, de 16-oson kívülről lövöldözik egy csomót a gyerek, úgyhogy azért annyira nem számít. De ja, meglátjuk, mit tudunk összehozni a második fél időben. Szép volt a befelé cser Rémitől. Rémi! Oscar, lőd el! Fölé bombázza! Fölé bombázza! Nagyon szép volt, nagyon szép volt Pedro. Pedro, eljátszom ugyanazt a testseres cuccot. Gyönyörű! És a tekerés most nem volt meg olyan erősen! És Oscar meg nem bírta rendesen eltalálni a labdát. De cserébe leszereli, de nem tudja megtartani. De ő se tudja megtartani, senki nem tudja megtartani a labdát! Ne! Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Joris. Ez az Pedro. Pedro! Pedro, lőd el! 2-0! Pedro megcsinálja megint, és 2-0-ra vezetünk! Azt a mindenit! Közben a család írt nekem egy szurkolói dalt. Köszönöm, család! Wow! Az aztán lövés volt. Hoppá, nem! Ezt én mentettem? Ezt én mentettem, te jóságos ég! Kifelé, kifelé! Leveszi, és a csel, úgy van, Rémi, mellett így is elveszi. Úgy van, úgy van, úgy van, és a lövés, bum! Fejezd be, Rémi! 3-0, 3-0! És Rémi befejezi ezt a 8. osztályt, és ezzel feljutottunk a 7. osztályba a bajnoki címmel. Fantasztikus befejezése volt ez az egész szezonnak. Nulla 4-es kezdés után ki gondolta volna, hoppá, az nem semmi, az nem semmi. De 0-4-es kezdés után ki gondolta volna, hogy itt leszünk, és tényleg harcolunk a bajnoki címért, és nem az, hogy harcolunk, de idő előtt megszerezzük. Fantasztikus, fantasztikus. Jesus Navas, Jesus Navas. Fantasztikus. 4-0 az állás. Jesus Navas elvezeti a kapusig. Két jobbra csel, aztán bum. Még hogy get wrecked mate, adjuk már. Én rekkellek téged. Hoppá, 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 oké, oké, oké. Fantasztikus. Megnyertük a bajnokságot is, és a meccset is. És az epizódnak is vége, 4788 coin. Boom! One title. Kicsit döcögősen ment, de ez van. És ezzel 13000 coinunk van. És elkezdjük a 7. osztályt. Húha, az hány pont? 17 pont kell. Az már 6 győzelem, az már nehezebb lesz. Hát igen, srácok, ennyi lett volna ez az epizód. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és írjatok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. És köszönöm szépen a figyelmet, én Painfu voltam, és a viszont hallásra!